News. Csak egy elmaradt piknik egy nyári reggelen, megváltozott minden. Ez volt az első alkalom, hogy együtt dolgoztunk. Igazából, amikor készült ez a szám, akkor az elejétől fogva ez egy szólódalnak készült, szólódalnak indult, viszont ugye az alkotási folyamatban éreztük, hogy valami hiányzik belőle, de egészen addig, amíg ez tényleg készen nem lett, addig nem tudtuk, hogy micsoda. Arra jutottunk, hogy kéne bele egy női hang, hiszen mégiscsak a vágyódásra szól egy picit ez az egész dal, és így került René a képbe a csodás hangjával, hogy ő az a szereplő, aki után vágyódik ugye a főszereplőnk, vagy hát ugye jelenleg most én énekeltem a dalt. Álmodnék még, ne kelts fel. Rád gondolnék, vágyódnék még, ne engedj el. Nekem nagyon sok nem jutott, mivel hogy én nagyon utolsó pillanatokba kerültem a képbe, de amúgy azt a részét, hogy felénekeltem ezt a kis sort, ezt nagyon élveztem. Úgy volt, hogy az első, nem, a második verszakban még esetleg csatlakozhatok. Viszont én úgy értettem az egész koncepciót, hogy én mint egy ilyen kis hang, mint egy kis lelkiismerete szólal meg a dalba, így kicsit a második szakasz már nem láttam lényegesnek. Nem tudod, jól döntöttél, helyettem ő életél. Akartunk ott lenni, tehát én is akartam részt venni az egészben, csak hát nekem nem volt lehetőségem. Aztán még úgy döntöttünk, hogy tényleg egy kis lelkiismeretes hang maradok ebben az egészben, és akkor egy kicsit ilyen művészibb jelentést kap ez a hang, és akkor nem leszek benne egy képformájában. Álmodnék még, igen, álmodnék még, ne kess fel. Rád gondolnék. Szerettünk volna valamilyen vizuális elemet adni. Gondolkoztunk azon, hogy tényleg legyen-e piknikes rész benne, ne legyen benne piknikes rész. Kicsit erőltetettnek éreztük volna, hogy pikniken ott üldögélünk. Szóval igazából csak egy kellemes vizuális hatást akartunk ezzel kelteni. Most dolgozunk egy nagyon jó dalon, legalábbis én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány lesz. Ez már jóval pörgősebb lesz, mert mondtam Gergőnek, mert Gergő nagyon ilyen lirikus személyiség, és mondtam, hogy most egy kicsit ilyen nyáriasabb, meg ilyen kis pörgős dalt kéne írjunk, és most ezen dolgozunk már egy ideje.